Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük fenntartunk a Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség elnökségét, nagy tiszteletű Mán Csaba lelkipásztorunkat. Elek András főgondnok urat, valamint a presbitérium és a közös fenntartói igazgató tanács megjelent tagjait. Köszöntjük nagy tiszteletű Szabó Ákos lelkipásztor urat, gimnáziumunk iskola lelkészét. Tisztelettel köszöntjük Bovier bajnokát, a Bethlen Gábor református gimnázium igazgatóját. Valamint Kiszeni Andrea és Kádári Zsoldos Enik igazgató helyettes asszonyokat és iskolán alkalmazókat. Szeretettel köszöntjük kedves osztályfőnökeinket, Szabó Ildikó, és Turgó Molnár Ákos tanárnőket. Valamint Polányi Géza tanárnőket. Felkérjük igazgató asszony, adjon el nevét a pár megkezdéséhez. Sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel a végzős hölgyeket és urakat, hiszen ez az ő napjuk. Kívánok erre a mai estében nagyon szép estét, jó szórakozást és a bármilyen az kedves tanárim, tanáraim, diáktársaim! Mi, érettségiző diákok, farsangi próbálunkra ebben az évben is készült nyitó tánc kompozícióval. Ezúttal a klasszikus táncokat választottuk. A táncrend a következő. Elsőként angol terítő, másodikként bécsi terítő, és végül mindkét csoport külön-külön falozást mutat be. A tánc online is követhető élőben. A közvetítéshez vezető link az iskola honlapján található. Az iskola YouTube csatornáján a nyitótánc később is megtekinthető lesz. A koreográfiát készítette és a táncokat letanította Móczó János, a Promenade Tánc Csoport Egyesület vezetője, többszörös magyar amatőr és profi bajnok, professzionális tánctréner. Köszönjük áldozatos munkáját! Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bálok szervezésében és lebonyolításában közreműködtek. Vacsora után a bálteremben, a Black White zenekar, az étteremben, Hajtól Batilla gondoskodik muzsikához a táncot. Tisztelt vendégeim! Hamarosan felcsendül a zene,
és táncra kell bennünk. Legyen bálunk igazi minden, vidámsággal és jó hangulattal. Kérjük, fogadják szeretettel nyitó táncokat, amelyet a nyományainkhoz szíven este 11 órakor megismétlünk. Minden kedves vendégünknek kellemes szórakozást, vidám estét kívánunk! Thank you.
Valamint szeretnék kifejezni köszönetünket Szirovicári Gál Katalinnak, iskolatitkároknak, azért, hogy a diákvállalók szervezésével kapcsolatos feladatokat idén is elvállalta, mindannyiunk megelégedésére végezte. Hálásan köszönjük! Thank you.
Kedves válaszó végzős diákok, kedves vendégeim, sok mindent lehet mondani az elmúlt időszakra, de talán szerint a szokott rendszerű történtek volna életünk eseményei dolgok. Ezért is lehetünk talán különösen is hálásak ma este, hogy ismét lehetne egy olyan válasz lehetünk együtt, amely a hagyományokat, a megszokottaknak megfelelő módon történik. Különleges ez az este talán mindannyiunk számára, hiszen nagyon sok minden van mögöttünk, sok minden van mögöttetek is.
olyan nézőségek, amelyekkel másoknak még nem kellett megküzdenie, olyan problémák, amelyekkel másokkal még nem találkoztak. Éppen ezért talán ez a mai este egy kicsit mindezt elfeledtetheti velünk. Az örömnek, a boldogságnak, az élmények, egy felejthetetlen este, amely reménység szerint mindannyiunk életében meghatározó élményre válik. A 66. Zsoltárban Zsoltár író azt mondja, hogy Isten megpróbál bennünket, de engem ki is hozott ebből a próbából. Ezt ünnepeljük ma este, hogy Isten végesünk, hanem szeretettel tud bennünket kérdezni. Ez a remény mindannyiunk számára és a reménység szerint a későbbi időszakban is ez adhat mindannyiunkat. Isten értesen és áldjon meg mindannyiunkat, egészségünket.